Kívülről elég durva mérkőzésnek tűnt, belülről milyen volt? Hát úgy gondolom, hogy a Budapest Honvéddal egy elég jó irányú mérkőzést játszottunk. Az első fél időben viszonylag többet birtokoltuk a labdát, csak az utolsó passzokra nem koncentráltunk oda. Megvoltak a helyzeteink is, sajnos nem tudtuk őket értékesíteni, és véleményem szerint elkerülhető gólt kaptunk. A tavaszi szezonban eddig csak sereként álltál be, ez most eléggé elegánsra sikerült ez a visszatérés. Igen, jó sikerült, örülök neki, de a legfontosabb az, hogy a csapatnak tudtam segíteni a góllal, de minden játékos, aki beállt a mai mérkőzés folyamán, a lehető legjobbat hozta ki magából, tehát a cserejátékosok rajtam kívül sokat segítettek, rengeteg munkát tettek bele a mai mérkőzésbe, és a pályán lévők is, egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Mi kellett volna szerinted ahhoz a plusz egy ponthoz? Én úgy gondolom, hogy mind a két csapat nagyon fegyelmezetten játszott, és főleg az első fél időben úgy érzem, hogy egy kicsit azért mi többet próbáltunk meg támadni, többet kerestük a lehetőségeket, hogy gólt vagy gólhelyzetet teremtsünk. A Honvéd nagyon defenzíven játszott 5 védővel, nagyon nehéz volt őket feltörni, ugyanakkor veszélyes kontrákkal veszélyeztettek minket, amikor labdát szereztek, úgyhogy elég kellemetlen ellenfél volt, és ez miután előnyhöz jutottak, még jobban igaz volt, még jobban behúzódtak, úgyhogy egy átlévéssel sikerült megmenteni a pontot. De voltak olyan periódusai mérkőzések, amikor igen, jól játszottunk, és voltak nagyon jó megmozdulások és teljesítmények.